A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, vagyis az Agria több mint 25 éve működik. A társaság a 40 év alatti fiatal gazdákat fogja össze országosan, és szerveznek számukra konferenciákat. Ezek célja, hogy szakmai tanácsokkal segítsék a gazdák munkáját, valamint, hogy egymást is megismerve jövedelmező kapcsolatokra tegyenek szert. A keddi Tiszadobi Fórum témája a növényvédelem volt, de minden héten más tematika köré hívják meg az előadókat. A témákat mindig egy előzetes felmérés alapján a gazdákkal egyeztetve, ami ugye korábbi egyeztetéseket jelent, hogy mi az igény, mire van esetleg olyan kérdéskör, ami esetleg nem lett kibontva részükről, vagy átláthatatlan, vagy nehezen értelmezhető. A gazdák adják ezt az irányt tulajdonképpen, meg azok a napra kész információk, vagy jogszabályváltozások, amik esetleg meg tudják adni ennek a ritmusát. A Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központok hálózata az ország 5 pontján rendelkezik önálló központtal. Tiszadob, Szegvár, Kecskemét, Soponya és Kúny településein tartanak rendszeresen fórumokat. Egyrészt szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy nálunk nagyon jól kiépített a növényvédő szakmérnökök hálózata, az Országos Növényorvosi Kamara nagyon sokat segít a gazdákban. A gazdák nagyon tudatosak is, viszont olyan szempontból nehezebb dolgunk van talán, hogy Európában már évek óta működnek ezek a programok, amiket mi is próbálunk meghonosítani. Sokkal hamarabb elindultak azok a folyamatok, amiket mi még csak most próbálunk. Próbáljuk a gazdák figyelmét felhívni arra, hogy nem csak az a fontos, hogy a napi munkát elvégezzék, hanem valóban előre gondolkodva érdemes a növényvédelmet és az egész gazdálkodást véghez vinni. A hozzáálláson és az igényelhető támogatásokon túl a hosszú távon is fenntartható és jövedelmező gazdálkodáshoz elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata. Mindezek nyomon követhetőségét segíti a gazdálkodási és permetezési napló. Az input anyagok mennyiségét tudja nyomon követni, valamint az adott területek termés mennyiségeit is nyomon tudja követni, ezáltal egy költséghatékony gazdálkodás kialakítható. A következő Tiszadobi szakmai nap november 14-én kedden lesz, melynek fókuszában ezúttal az öntözés áll majd.